beszélünk, jó? Jó, de te mondjad. Tehát Kőszegi Editnél vagyunk, itt a bazilika mellett, hogyha kinéznénk az ablakon, akkor pont a bazilikát látjuk. Ez az ő lakása, az Editet nem kell bemutatni, azt gondolom nektek, mert ugye nagyon ismert filmrendező, de hogy itt a lakásodban, Edit, kialakítottál egy, mondjam azt, hogy képtár, múzeum? Hát igen, egy, úgy szoktuk hívni, hogy szalongaléria, tehát igen, megnyitottuk, és úgy gondoltuk, hogy most akkor mindenki jöhet, és akkor nézhetik, és akkor most már is egy nyitva tartásunk, és akkor lehet látogatni, és próbáltunk anyagot összegyűjteni, meg hát hozzák is ide. Tegyünk egy kis sétát festén. Itt egyből, hogyha szemben nézünk, akkor ugye egy Péli Tamás festményt látunk. Méghozzá Péli Tamás kiről festett ezt a hát képet? Ez a Lakatos Menyhértről festett kép tulajdonképpen. Szegény, mert egyik sem él. Én ezt rettenetesen szeretem, szóval az az egyik kedvenc képem. Ez gyönyörű, ez a nem, itt nem látod, de erre rá is van írva, hogy eladva, ami nem igaz, csak azért írtuk ki, hogy ne kelljen nekem elmagyarázni, hogy ez miért nem eladó, de ez nem eladó. De látunk itt még nagyon sok mást, Olámarát láttam, igen. Bada Mártát. Igen, Oláj Olán, Balogh Balázs Andrát, Szent Andrássy, ez itt Olámargét, ez itt ebben egy Tóth Menyhért. Menjünk át a másik Menjünk. Terembe. Hogyan történik ez a képtár? Tehát, besétál, elmondjuk a pontos címet? Szent István tér 3, és akkor a Kuglerárt kapucsengőt kell megnyomni, és akkor úgy lehet följönni. Igen, és mi volt a szándék ezzel? Hát a szándék az több dolog miatt. Először is az, hogy azt gondolom, hogy egyre kevésbé lehetett valahol egyáltalán találkozni ezekkel a művekkel, vagy megnézni, mert mióta a Tavaszmező utcában már nem lehet megnézni azóta, mert olyan nagyon sok helyen nem lehet. Tehát ugye ezért is fontosnak tartottuk. Egy pillanatra itt álljunk meg. Ugye itt vagyunk egy 2 milliós világvárosban, lakunk körülbelül 200 000 romák csak itt ebben a városban. Van-e ma egy olyan állami hely, egy olyan kiállítóterem, egy olyan kulturális intézmény, amelyik megmutatja a roma kultúrát, roma művészetet? Hát így állandóan egyáltalán nincsen. Tehát, hogy azért kezdtem az előbb a Tavaszmező utcában, ott volt legalább, és oda gondolom, hogy be lehetett bármikor menni, vagy legalábbis nyitva volt, és volt rá lehetőség, hogy azokat meg lehetett nézni. Hát voltak ezek az időszakos kiállítások, amik azért az egész országot bejárták, a Néprajzi Múzeumnak a gyűjteménye. Tulajdonképpen az tényleg olyan volt, hogy nagyon sok városban volt, és ez egy nagyon átfogó kiállítás volt, és gyönyörű anyaggal, de hát különben úgy, hogy állandóan, vagy bárki bármikor akar jönni, hát az olyan szerintem jelen pillanatban nincsen. De itt azért a város legjobb helyén vagyunk, tehát ide jönnek a turisták is, hogyha tudnak róla. Hát igen, ez az, annak idején pont ezért találtuk ezt ki, mert amikor a Nemzeti Galériában volt fenn a kiállítás, akkor mindenki mondta, hogy jó, de hát ez a Néprajzi Múzeum festménye, és hogy hol lehet, hogyha valamelyik követ, vagy akárkinek megtetszett, hogy akárkinek tud venni is képet. És akkor az összes festő ide hozta hozzám tulajdonképpen ezeket az alkotásokat. És akkor ott be is indult, mert ott rögtön mondta mindenki nekik fönt a Nemzeti Galériában, hogy jöjjenek ide, és akkor, meg akik hozzánk különben is jönnek a filmek miatt, vagy bármi miatt, mert ez különben is egy iroda, egy munkahely, meg minden egy átjáróház, azok bizony nagyon szépen elkezdtek vásárolni képeket, és akkor persze a festők úgy érezték, hogy akkor megint hozzak, és akkor tulajdonképpen így alakult ez ki, és egy csomó ideig úgy is működött, hogy azért akik tudták, azok dönként, hogyha úgy volt helyzetük, hogy karácsonykor, vagy akár mikor meg akartak valakit lepni, akkor tényleg fölhívtak, és akkor megkérdezték, hogy tudnak-e jönni föl hozzám. Hát most az van, hogy egyszer csak azt éreztük, hogy akkor most próbáljuk meg szétküldeni, és azt mondani, hogy minden hónapban csinálunk egy szalonestet. Ez a szalonest tulajdonképpen arról is szól, hogy azok, akiket érdekel ez, azokat összehozzuk magukkal a művészekkel, tehát mindenféle találkozási lehetőség, találkozási pont, romák, nem romák között, és akkor a művészek is helyzetbe tudnak kerülni, a képek is tulajdonképpen, tehát úgy valamilyen szándékunk van, hogy egy színteret adjunk annak, hogy
meg lehessen ezeket az alkotásokat is. Balázs János képei előtt vagyunk. Mesélj nekünk Balázs Jánosról. Hát Balázs János ugye az... Nem is tudom róla, hogy mesélni. Szerintem egy egészen varázslatos ember volt. Egy fantasztikus kis öreg ember, aki egyszer csak elkezdett, az egész univerzumot megfestette, és hát nem tudom, szóval szerintem először is mindig azt szoktam mondani, mert hogy most csináltunk róla egy filmet, mindig azt szoktam mondani, hogy róla beszélni, azok beszélnek, akik segítettek abban, hogy ő festő legyen, és ezen kívül pedig az összes anyagot összegyűjtöttük, ahol ő maga beszél, mert úgy beszélne, ahogy ő tudott beszélni, olyan gyönyörűen megfogalmazna a legnagyobb egyszerűséggel, a legnagyobb bölcsességeket. Tehát szerintem egy elképesztő ember volt. Gyönyörű verseket írt, gyönyörű novellákat írt, és hát ezeket a egészen fantasztikus képeket. És nagyon nagy szegénységben élt. Iszonyú nagy szegénységben élt, de azt hiszem, hogy ez nem is annyira... Tehát ő pont azt mondja, hogy a gazdagság az nem az a gazdagság, hogy az ember szegény vagy nem szegény, mert a szegénységben is lehet gazdag az ember, hogyha ilyen az ő világa, és azt gondolom, hogy igen, ez volt ő. Egy ilyen Balázs János kép mennyit ér manapság? Hát... Ugye ez is el van adva? Nem, ezeket szintén nem nagyon szeretném eladni, mert az csak, hogyha nagyon nagy bajban vagyunk, akkor nem... Nem tudom megmondani, hogy most mennyibe kerül, mert most pont azt szoktam érzékelni, hogy a legnagyobb Balázs János gyűjtőről a múltkor kiderült, hogy amikor a Néprajzi Múzeumban voltam, akkor ott volt ez a kiállítás, és ott ő ad el már képeket. Tehát, hogy most már ott tartunk, hát annak mondjuk 250 ezer forint volt az ára, mert meg is néztem, hogy most akkor hol tart. Tehát azt tudom megmondani, de én mondjuk olyan nagyon... Azt tedd meg, hogy sorold el, hogy ki mindenki látható itt nálatok. Tehát itt van a Balázs János, ott lent ez a kép, meg ezek a képek, itt egy kis zsungli van most, az az igazság. Ez az Oláh Margit, ő élt a János bácsival, ő gondozta akkor, amikor ő már beteg volt, és elkezdett lebénulni. Ez egy két ilyen kalányos, gyöngyi, úgy szoktuk mondani, hogy diátor. Tehát ilyen térbeli képek, akkor hát ott Oláh Jolán képei láthatjuk, és hát itt középen ez itt Bogdán János Amigó művei, grafikái, ő Pécsre végezte el az egyetemet, és hát ő egy fiatal művész, és ő a vizuális szakon végzett, és gyakorlatilag ami... Felfedezettetek? Hát igen, tulajdonképpen nem. Már őt más is felfedezte, de hát mindent vele csinálunk, tehát próbáljuk az egész arculatot is, a plakátokat, tehát mindent ő tervez, és egy hihetetlen, tehát ő is gyönyörűen ír, gyönyörű novellákat ír, verseket ír, és filmet is csinált már, ami nagyon, nagyon szép film. Tehát, hogy egy ilyen mindenhez értő, és hát nem inkább azt mondom, hogy inkább érzései vannak, és én nagyon-nagyon szeretem. Tegyük meg azt még egyszer, hogy elmondod a címet, hogy hol vagyunk, hogy, és mikor lehet ide följönni. Tehát kedszerda csütörtök pénteken délután lehet följönni, szombaton délelőtt lehet jönni, és a Szent István téren a Bazilikával szemben, Szent István tér 3, és a Kugler Art Salon kaputelefonján. Hát akkor én azt mondom, hogy jöjjenek sokan, csinálok egy ilyen körképet, hogy lássák, mi minden van, de nem fogok tudni megmutatni most mindent sajnos.